Köszöntöm Önöket, a Weekend című magazin műsorunkat látják. Október 22-e péntek van. Mai adásunkban a József András Múzeum aktuális tárlatairól adunk majd programtippeket, ezt követően pedig a 143 éve született Kródi Gyulára emlékezünk. Itt lesz velünk Koncz Veronika stylist, akivel stílusról, trendekről és színelméletről is beszélgetünk. Ünnepekre hangolódva címmel készül hangos könyv a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete gondozásában. Nemes Nagy Tünde, az egyesület elnöke érkezik majd hozzánk. Verebes István könyvbemutatóján és egy színházi premiéren is jártunk. Tartsanak velünk, kezdünk! Bűnügyi interaktív kiállítás, honfoglaláskori tárlatok, jelenleg 4 időszaki kiállítással várja a látogatókat a József András Múzeum. Az aktuális kínálatról és a várható programokról dr. Rémies Tibor múzeum igazgatóval beszélgetünk. Jó estét, igazgató úr! Jó estét kívánok! Hát én úgy gondolom, hogy most akkor az utolsó esély szinte ebben a hónapban, hogy szenzációs kiállításokat lássanak azok, akik még nem jártak a József András Múzeumban. Csináljunk egy kicsit kedvet a nézőknek. Igen. Miért nem érdemes kihagyni a múzeumot így őszelején? Hát én nagyon sajnálom, aki idáig nem jött el a József András Múzeumban, és nem látta ezeket a szép kiállításokat, de azért is szeretném felhívni a figyelmét, hogy ezek a kiállítások november 14-én befejeződnek. És hogy mire is gondolok a kiállítások tekintetében, hát ami a egyik legfontosabb és szenzációs olyan értelemben, hogy azért több ezer ember már megnézte idáig, ez a Kárpát-medence legnagyobb honfoglaláskori kiállítása. Az elit alakulat 2.0-ról beszélünk, amit a Miskolci Herman Otto Múzeum indított el. Ezt a kiállítás, ez egy vándor kiállítás. Eleve Miskolc után Erdélyt is megjárta, utána egy hosszú ideig pihengélt a pandémia miatt, és a pandémia után pedig mi fogadtuk, ugye ebben az évben tavasszal, és tavasz óta itt látható nálunk ez a gyönyörű szép kiállítás. Ami ennek a kiállításnak a igazi vonzereje, amellett, hogy igazából a Zemplén megye legszebb honfoglaláskori anyagát mutatja be, hogy mi kiegészítettük a saját anyagunkkal, aminek a Szabolcs vezérföldjén a kiállítás, időszaki kiállítás apropója. És az azért fontos, hogy tulajdonképpen Magyarország tekintetében a Miskolci Múzeum mellett nekünk van a legtöbb olyan érdemleges és nagyon gazdag anyagunk, ami hát egyrészt a látogató előtt nagyon szenzációs, másrészt pedig, hogyha bárhonnan a világ bármelyik részéről kérnek honfoglaláskori anyagot, akkor a Nemzeti Múzeum után mindenkinek a Nyíregyházi József András Múzeum és a Miskolci Múzeum jut eszébe. Akkor tulajdonképpen, ha jól értem, ez egy vándor kiállítás, amely most ugye különleges helyi értékekkel gazdagodott. Lehet mondani, hogy egyszerű és megismételhetetlen, vagy a vándor kiállítás következő állomására akár már ezt a kibővített anyagot viszik ezzel kapcsolatban? Mit ez egyszerű és megismételhetetlen, ugyanis a vándor kiállítás csak a miskolci anyagra vonatkozik. Amennyiben mondjuk más helyi anyagot szeretnének beletenni, akkor azt ott meg tudják mutatni, de a József András Múzeumnak az anyagát csak itt tudják megtekinteni. Tehát november 14-ig. Igen, november 14-ig látható. Elárulhatom azt is, hogy Szegedre megy utána a kiállítás, és Szeged után pedig külföldre, Kassára, és Kassa után pedig Németországba megy ez a elit alakulat 2.0, de a mi anyagunk az nem csatlakozik hozzá. Nos, hát akkor mindenképpen így érdemes van. Ugye itt megtekinteni. Ajánlom mindenkinek. Aztán mivel több kiállításról is beszélünk, van itt egy másik, október 31-ig látogatható, hol sok a törvény szaporodik a bűn címmel. Igen. Ez is egy izgalmas kiállítás. Tehát még két olyan kiállítást szeretnék ajánlani, ami fantasztikus és szintén egyedülálló. Tehát aminek a címét elmondta, ez a mi saját kiállításunk. Ez Szabolcs-Szatmár Bereg megyének a törvénykezését, a bűnöket mutatja be.
Úgy gondoltuk, hogy mivel elég sok interaktív anyag van ebben a kiállításban, és nagyon szeretik a diákok is, nagyon sok nyomozás is van benne. És aki nem jön, az nem tudja megtapasztalni, hogy milyen érdekes ez a kiállítás. Ezért úgy gondoltuk, hogy meg is hosszabbítjuk ennek a kiállításnak a látogatási idejét, úgyhogy egészen márciusig meghosszabbítottuk a saját kiállításunkat, úgyhogy ide még el lehet jönni, és hogyha valaki elmulasztotta ennek a lehetőséget, akkor azt meg tudja tenni. De van nálunk egy bronzkori kiállítás is, a földrejtette kincsek, ez szintén egy nagyon gazdag Szolnokról idehozott bronzkori anyagot mutat be, és szintén kiegészítettük a saját anyagunkkal. Annyit tudni kell, hogy említettem, hogy Magyarország tekintetében a honfoglaláskori anyag a leggazdagabb anyagok egyike itt a József András Múzeumban, és mellette pedig a bronzkori kiállításunk. Úgyhogy ez a két kiállítás tulajdonképpen azokat a kincseket, azt a gazdagságot mutatja be József András Múzeumról, amit szerintem látni kéne mindenkinek. Nos, hát igazgató úr, amikor ugye valaki elmegy, nyilván akkor is meg fogja nézni a kiállítást, ha tudja, hogy az márciusig van nyitva, de hogyha csak november 14-ig van rá lehetősége, akkor meg azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos ezt az időt kitűzni a naptárba, és még előtte megváltani a jegyet a Szabolcs, vagyis a József András Múzeumba, de hát november 14-e után sem áll meg az élet, gondolom, hogy tervek már vannak, sőt, újabb kiállítások. Hát pontosan így van. Tehát mi nagyon készülünk mindig december 1-jére. December 1-je nálunk a múzeumi nap. Ugye akkor jött létre az az egyesület, amiből tulajdonképpen végül is a József András Múzeum megalakult. Ezt még József Andrásék hozták létre 153 évvel ezelőtt. Úgyhogy 153 év után is mi minden évben az utóbbi időben megünnepeljük a múzeumi napot, és mindig készülünk valami nagy dologgal. Ebben az évben három olyan dolgot is szeretnénk megemlíteni, ami fontos lehet, aki eljön, és ugye ez egy nyilvános, egy nyitott rendezvénye a múzeumnak. Most először egy promúzeó díjat alapítottunk, és a Promúzeó díjnak az a lényege, hogy a kollégák javaslata alapján minden évben egy belső és egy külső munkatárs megkapja ezt a díjat. A külső munkatárs az azt jelenti, hogy aki legtöbbet segített a múzeumnak a tevékenységében, a belső pedig, aki abban az évben a legtöbbet tett a múzeumnak az érdekében, akár gyűjteményi tekintetben, akár kiállítások tekintetében, akár tudományos munkában, és egy minimális pénzösszeggel is jár a belső munkatársnak ez a díj, mindig annyi összeggel, ahány éves a múzeum, annyi 100 000 forinttal, tehát most 153 éves és 153 ezer forintot tudunk biztosítani ennek a kollégának. Tehát a kollégák egymásra szavaznak. Tulajdonképpen azt gondolom, ez egy nagyon őszinte dolog, mert egy valós elismerés. Alulról fölfelé jövő demokratikus szavazási jogot biztosítunk. És két kiállítást szeretnék ajánlani erre az időszakra. December 1-én nyílna az utóbbi 5 év új szerzeményei kiállítást szeretnénk megnyitni, és ebben a régészeti, történeti, néprajzi, a Kálai gyűjteménynek, a Sóstói Múzeumfalunak az utóbbi 5 évben beérkezett műtárgyait szeretnénk bemutatni. És nekem nagy szomorúságom és bánatom, hogy mivel mi megyei hatókörű városi múzeum vagyunk, de nincsen természettudományi gyűjteményünk. És ezért én mindig örülök annak, hogyha valami természettudományi gyűjteményi anyagot be tudunk mutatni a mi múzeumunkba. Úgyhogy most Erdélyből érkezik egy nagyon nagy kiterjedésű rovargyűjtemény, amit én bízom benne, hogy a diákoknak és a felnőtteknek egyaránt fog tetszeni. Ebben lesznek élő, tehát terráriumban megmutatott pókoktól kezdve,
tehát trópusi hatalmas pókoktól kezdve, akár a csótányokon és a szöcskéken át bemutatott olyan élő rovarok is, és bogarak, de természetesen más gyűjtemények, amik már sajnos nem élnek, hanem összegyűjtött anyagot jelentenek, de szenzációs, én láttam ezt a kiállítást, úgyhogy bízom benne, hogy elnyeri a tetszését a ide látogatóknak majd december 1-től. Nem csak a bogarasoknak, hanem mindenkinek. Nem. Én itt magammal mosolyogtam, én otthon fogom érezni magam ezen a kiállításon, mert nálunk is szoktak ilyen óriás pókok, meg csótányok, de természetesen nem ilyen panelcsótányok, hanem különlegesek, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas tud lenni, amikor az ember megfigyeli ezeknek a bogaraknak, rovaroknak a mindennapi életét. Igazgató úr, hát akkor úgy gondolom, hogy a december is színesen és izgalmasan és mozgalmasan indul, addig pedig november 14-én ezeket a nagyon különleges kiállításokat ajánljuk még a kedves nézőknek, önnek pedig köszönjük szépen, hogy mindezt megosztottam. És ne feledjék el, aki a múzeumban jön, ahová visszatérni érdemes. Köszönöm. Köszönjük szépen. 143 éve született Kródi Gyula, a nyíregyházi író életére, munkásságára minden évben programsorozattal emlékeznek a megyeszékhelyen. Ebben a házban született, de gyerekkorát már pár száz méterrel arrébb, az azóta lebontott 42 szám alatt töltötte Kródi Gyula. Az író emlékét az egykori Kálai utcában a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium is őrzi. 4 évet töltött az alma mater falai között. Az iskola diákjai ezt az időszakot idézték meg. Azokra a pedagógusokra is emlékeztek, akik segítették Krúdit az íróvá válásban. Ez pedig már a Besenyei tér. Varga Imre, Kossuth díjas szobrászművész, Hazatérés című alkotását 2003-ban avatták fel. Az itt tartott megemlékezésen elhangzott: Krúdi úgy ért Nyíregyházáról, mint senki más. Az író kultuszának ápolása kiemelten fontos a város számára. Én azt gondolom, hogy Nyíregyházán, de Magyarországon is Krúdi Gyula életművét nem kell bemutatni. Nincs olyan korosztály, és nincs olyan téma után érdeklődő irodalomkedvelő személy, aki ne ismerné Krúdi valamelyik művét, akár valamennyit. Nyíregyháza ápolja Krúdi életművét, hagyományát, nem véletlenül kapott 10 évvel ezelőtt 2011-ben díszpolgári címet posztumusz, és hát intézményeink viselik az ő címét, és itt áll mellettünk az új Szimbád étterem, művészeti központ, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre a hagyományra, és tovább folytatjuk és ápoljuk Krúdi emlékét. Már hagyomány, hogy az író szobránál a krúdis diákok korabeli jelmezekben idézik meg a század elejé hangulatot, melynek emblematikus figurája és históriása volt Krúdi. A diákok műsorát a gimnázium magyar tanára állította össze. A Nyírvidék hasábjai megjelenő újságcikkekből hoztuk össze a dolgot, amikor Krúdi Nyíregyházára jött. És hogy mennyire örült neki a város, milyen kis pletykák mentek, amikor ő itt volt, hogyan zajlott a sajtótájékoztató, megjelenik Krúdi is a műsorunkban, mert hát nyilvánvaló, és ez az, ami a gyerekeknek nagyon tetszett, hogy nem csak novellákból olvasgatunk fel, hanem csinálunk egy kis nyíregyházi életet itt a szobornál, itt a színpadon. A 143 éve született Krúdi Gyula a magyar irodalom egyik legkiválóbb és legtermékenyebb írója volt. Munkásságának mennyisége csak Jókaiéhoz mérhető. Életében csupán töredéke jelent meg alkotásainak könyv alakban. Írói teljesítményének feltérképezése csak halála után jó 20 évvel indult meg. Csíkszedési akciót hirdet a Nyíregyházi Zöld Akciócsoport jövő héten. Vendégünk Mackó Anikó, a civil szervezet egyik alapító tagja, a kampány koordinátora. Szia, jó estét! Szia! Hát nagyon sok mindennel foglalkoztok, de aki egy picit követi a ti munkásságotokat, az azért tudja, hogy a hit az, ami folyamatosan működteti az ebben a csoportban tevékenykedőket, hogy a világ lehet jobb hely, és lehet egy picit zöldebb hely, és az a sok negatív és káros dolog, ami egyre inkább veszélyezteti a földbolygót, ahhoz, hogyha vannak ilyen aktivisták, lelkesek, akik fontosnak tartják, akkor talán egy picit késleltethető, vagy akár meg is állítható. Ez az csíkszedési felhívás, ez tulajdonképpen szerinted úgy globálisan nézve mire jó? Mi az, amit tevőlegesen tehettek most, és esetleg a tudatformálás szempontjából lehet-e a jövőben ennek
pozitív hatása, hogy látod? Nagyon kellene, hogy legyen pozitív hatása. Ez nagyon fontos globálisan is, és itt lokálisan is, hogy foglalkozzunk vele, mert ez az egész világon probléma. És ha hiszed, hanem nagyobb probléma, mint a plasztik, tehát a műanyag szennyezés. Ez a legnagyobb műanyag szennyezés a csík. Nem is gondoltam. Igen. Főleg most, ugye, hogy már maga a dohányzási kultúra is megváltozott, és sokan nem a hagyományos cigit szívják, de ettől függetlenül, ami megmarad, azt ugyanúgy eldobálják az emberek? Igen, én azt hiszem, hogy ennek az új, hogy hívják ezt a... De is csináljunk neki reklámot, tehát igen, ez az elektromos... Igen, hogy ennek is van egy vége, amit ugyanúgy eldobálnak nem megfelelő helyre. De még mindig nagyon nagy probléma a csikk, tehát inkább ez a jellemző, a csikkeldobás, és sajnos ez nemre, korra, tekintet nélkül, ez mindenkinél előfordul. Általában ezt az életformát, meg ezt a viselkedési formát gyakran össze, vagy igen, a iskolázatlansággal kötik össze, de ez nem így van, mert sajnos, mert én saját szememmel látom itt a belvárosban is, belvárosi irodaház előtt, hogy jól öltözött úri emberek és úri hölgyek a csatornába dobják a csikket. Magyarázható ez azzal, hogy nincs a közelben esetleg kijelölt szemetes, vagy bármilyen olyan hely, ahol el tudná nyomni azt a csikket? Hát a csikkeldobók, igen, ezzel szokták magyarázni, de ez nem magyarázat, mert nem hiszem, hogy valaki nem tud arrébb menni 20 méterrel. Egyébként meg most kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy olvastam, hogy vannak ilyen csíktartók, ilyen zseb hamutartók, és nagyon szépek egyébként, most jártam utána ennek a dolognak, és nem is költséges, 1300 forintért vettem ezt, különböző színben, úgyhogy szerintem ez egy tök menő, és nagyon jó lenne, hogyha mindenki tudná, hogy ez van, és hogy színnek megfelelően tud akár a táskájához választani, és ez nagyon praktikus dolognak tartom. Én nem dohányzom, úgyhogy én ezt csak olvastam. Majd jó lesz ajándéknak valakinek, igen, akiről tudod, vettem, hogy dohányzik. Igen. Hát egyébként ez körülbelül hasonlítható ahhoz, mint amikor valaki elindul a kutyusával, és viszi magával ugye a kis készletet, amivel föl tudja szedni a kutya ürüléket. Mások pedig szépen hagyják, tovább mennek, és akkor aktuálisan lehet, hogy pont ő fog belelépni mondjuk a kicsit, amikor már sötét. Én is azt láttam, hogy iskolák környékén például, mivel ugye bent sok helyen már nem lehet dohányozni, vagy éttermek előtt sajnos tényleg áll a csík, és kevesen tudják azt, hogy például egy darab eldobott csík akár több mint 1000 liter vizet is képes megmérgezni, és egy ilyen kicsi darab csíkben 400 féle mérgező kémiai. 4000 féle mérgező? 4000 féle kémiai anyag van benne, és azt hiszem, hogy ebből körülbelül 2000, ami mérgező. Hát ez nagyon sok. Nagyon akkor sok, gondolom, hogy amikor indul ez a csíkszedési akció, ott föl kell készülni, tehát azért célszerű mondjuk kesztyűben elindulni majd ezeket a csíkeket. Kiket vártok, és mikor? Ezt október utolsó szombatján, azt hiszem 30-a, most fogom majd kiírni a Facebook csoportunkban, fogjuk szervezni. Csíkmentes februárban is ez így volt, az utolsó szombaton szerveztük meg, és az is nagyon tanulságos volt. Mennyit gyűjtöttetek akkor? Hát egy nagyon rövid szakaszon gyűjtöttünk, körülbelül 100 méteres szakaszon, 2 óra hosszáig, 8-an, és 6 vödörrel szedtünk össze. Hú. Tehát pont ez a célja ennek az akciónak, nem az, hogy megtisztítsuk itt a város, mert ez lehetetlen, hanem szemléltetni, mert ez tényleg csak az látja, aki lehajol és csikket szed, hogy egy négyzetméterbe állok, egy 20 percig, és nem tudok onnan addig ellépni, mert körülöttem mindenütt csik van. Hú, ez nagyon-nagyon sok kérdést felvet, ugye, de azért jó lenne, hogyha azok is látnák most ezt a beszélgetést, akik mondjuk
hát eldobálták ezeket a csikkeket, és lehet, hogy a következő dohányzásuk alkalmával már zsebre teszik, hiszen az ember a szemetet se dobálja el normál esetben, ha mondjuk éppen eszel egy szendvicset, hanem vagy hazaviszed és kidobod, vagy a legközelebbi konténerbe kidobod. Tehát ugyanezt meg lehet tenni a csikkel is, attól, hogy pici, attól még könnyebben elvihető a következő kis állomásig. Ezért veszélyes is a csikk, mert nagyon pici, és szerintem a legveszélyesebb dolog. Tehát amilyen pici, annyira veszélyes, nagyon veszélyes dolog. És nagyon sokan csatornába dobálják, úgy gondolva, hogy ezzel esztétikailag ő tett egy jó lépést, mert nem fogja látni senki, hogy eldobta a csikket, és a csatornában még veszélyesebb. Tehát ez a lehető legrosszabb dolog, hogy az esővíz csatornába dobják, mert ez ugye ott a vízben oldódik, és ezek a mérgező anyagok kioldódnak, és az megy ugye itt Nyíregyháza esetében az Igricébe. Tehát természetvédelmi területre fog kifolyni, ugye ezt már tovább lehet gondolni, hogy hová kerül, akár a és mi mindent élelmiszerbe is, igen. Én azt gondolom, az is nagyon jó lenne, hogyha most nem csak 8-an gyűjtenétek, hanem mindenki, aki kedvet érez, és van egy-két órája, és egy kicsit szeretne valamit tényleg tenni, és ugye együtt egy picit a kollektivitás örömével vagy erejével részt venni, de akár a saját otthonának a környékén is, vagy az utcán megteheti azt, hogy egy fél óráig szedi, már csak azért, hogy milyen tapasztalat. Lehet esetleg mondjuk, hogyha vannak ilyen kis házi akciók, csatlakozni, mondjuk a Facebook csoportba feltölteni, hogy mennyit gyűjtöttem, mennyit találtam a munkahelyem előtt, akár ha nem is aznap, de előtte való héten. Igen, vagy mi utána. Örülünk neki. Ha kapunk hírt ilyen akciókról, akár családi vagy magánakciókról, akkor mindig nagyon szívesen fogadjuk, és akkor feltöltjük, mert ez egy nagyon jó példa. Nagyon sokunknak kellene így viselkedni. Egyébként nagyon sok mindent szerveztek, most éppen facsemetéket szállítottok ki ovikba, iskolánkba, hogy azért tényleg zöldüljön ez a város, és hogy a gyerekek is lássák, hogy milyen jó dolog fát ültetni, azt nevelni, és annak az árnyai alatt hűsölni majd mondjuk egy nyári melegben. Anikó, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és én a közösségi oldalon mindenki kövesse a tevékenységeteket. Ott ki lesz írva minden. Köszönöm szépen. Én is. Kedves nézők, premiéren járt stábunk Bertolt Brecht leghíresebb drámáját, a Kurázsi mama és gyermekeit mutatta be szombaton a Móri Zsigmond Színház társulata. A darab rendezője Keresztes Attila, a főszerepben Pregice Fruzsinát láthatja a közönség. A mai is időszerű történet számos tanúsággal szolgálhat napjaink emberének is. Kereszt! Fájdalmas szerencsétlenség, hogy a meghalt. Élete tavaszát kell távoznia. Ha katona lesz, fűbe harap, vakverő akár az apja. Ha nem okos, a kukacik tártáléka lesz. Okos vagy? Miért nem? Akkor vagy okos, ha anyád mellett maradsz is a csúfolónak. Csak nevetsz rata, érted? Nevetsz. Ha bezartál, a testvéredet válaszol. Ad parancsolat, ha neves! Neves! Sok éve visszatér ide Nyíregyházára. Szeret itt dolgozni ezzel a társulattal? Igen. Most október 6-án volt az évfordulója, hogy az Özvegy Karnyónét bemutattuk 9 évvel ezelőtt. Úgyhogy igen, sokszor dolgoztam itt, és azért is járok vissza, mert hát kialakult egy ilyen, hogy mondjam, bizonyos értelme egy közös gondolkodásmód, vagy így otthonra találtam ennél a csapatnál, jól lehet színházat csinálni velük. Hogyan esett a választás a Kurázsi mamára? Ez egy nagyon komoly olvasmány is, és egy nagyon komoly előadás. Igen, hát mint mű, ez 1939-ben jelent meg, hát akkor már dübörgött a II. Világháború, és a 30 éves háborúról szól, ami az 1600-as évek közepétől indult, és semmi nem változott, sem az 1600-as évek óta, sem a II. Világháború óta. Bár az alaphelyzete a háború pontosan arról szól, hogy az ember alkalmatlan a békét fenntartani.
az emberi, van egy őssejtünk, ami a túlélés, ami az embertelenséget, a kegyetlenséget és a, hogy mondjam, bizonyos értelemben az önzőséget hangsúlyozza bennünk. Kurázsi mama, ez egy hölgy, aki egy időben az elkövetője ennek a kegyetlen, embertelen túlélő kalannak, és az elszenvedője is, mint vesztes. A háború jól alakul. Amíg minden ország belekeveredik, 4-5 év. Egy kis előrelátás, semmi óvatosság és jó üzleten csinál. Hogyan választotta ki a szereplőket? Fiatalok is vannak, nem csak idősebb művészek, hanem fiatalok is játszanak az előadásban. Hát ugye itt van egy csapat, akiket ismertem, mondjuk úgy, hogy a korosabbak, illetve kellett egy hadsereg, és akkor egy ötös számú, van, aki még végzi az egyetemet, van, aki nemrég végzett, és egy nagyon jó hangulatú, nagyon jó energiájú próbafolyamatnak vagyunk a végén. Úgy gondolják, hogy nagyon fogják szeretni ezt fiatalok is, és idősebbek is nyilván bíznak benne? Természetesen, hogy a színházi előadásokat úgy készítjük, hogy várjuk az utolsó szereplőt, az a néző, mert ez egy párbeszéd, ez a találkozás művészete. Hogy mondjam, én bízom abban, hogyha felelősen, komolyan nyúl hozzá egy csapat egy műhöz, akkor annak lesz értése korosztálytól függetlenül, de hát mindenképpen ez maga az anyag, az már megköveteli úgymond az eszmélést, vagy hogy mondjam, tehát hogy igen, fiatal korosztálynak, és aztán utána 150 évig ez élvezhető. Ünnepekre hangolódva címmel készít hangos könyvet a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete. A felvételek már elkezdődtek, és még novemberben is tartanak. Vendégünk Nemes Nagy Tünde, a Megyei Egyesület elnöke. Szia Tünde, jó estét! Ja, jó estét! Úgy tudom, hogy azért az Egyesületnek már nagy gyakorlata van a hangos könyvek készítésében. A ti gondozásotokban mikor jelent meg az első hangos könyv? 2009-ben nyitottuk meg a stúdiónkat, és akkor karácsonyra készült az első hangoskönyv Szeretett hangjai címmel. Tehát azóta már eltelt pár év, ez a hagyomány, ez minden évben folytatódott? Igen, mivel hogy igény mutatkozott rá, hogy hangoskönyvet készítsünk látássérülteknek, főleg azért, mert minden évben tematikus jelleggel készült, más a téma, más a felhívás szövege, és annyira nagyon kevés az az irodalom, főleg a kortárs irodalom, ami látássérülteknek hangos formában elérhető, hogy még úgy érezzük, hogy még van mit felolvastatni. Hát én is úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehet az az irodalom, amire kíváncsiak egyáltalán. Készül ilyenkor valamiféle közvéleménykutatás, hogy mit szeretnének a társaitok hallani? Igen, készítünk közvéleménykutatást. Tavaly azt jelezték felénk, hogy olyan irodalmi műveket szeretnének hallani, amit valaki írt. Tehát, hogy nem az interneten találtam két kedves sort, hanem van egy szerzője, egy magyar vagy egy külföldi, legyen ez egy vers, egy téli történet, a szeretetről szóljon, az együttlétről, és azt gondolom, hogy ezt az idei rendkívüli helyzet, és a tavalyi, illetve az idei rendkívüli helyzet is hozza magával, hogy az emberek arra vágynak, hogy olyan szeretetteljes műveket halljanak, ami egy picit a lelkükről szól.
Ilyenkor gondolom, hogy azért nagyon nagy a felelősség, hogy végül is mi kerüljön bele majd magába ebbe a könyvbe. Tűnt, de neked rettenetesen sokrétű a feladatod itt az Egyesületbe. Ezt is magadra vállalod? Ezt is te csinálod? Igen, mert a kollégáim azt mondják, hogy én vagyok a legműveltebb, mert hogy a legtöbbet olvasok. Ez azért is van, mert folyamatosan tájékozottnak kell lenni egy egyesületvezetőnek, folyamatosan hírekkel kell bombázni a látássérülteket, mert egészen más igénye van egy vakembernek, egy aliglátónak, egy gyengéllátónak, vagy egy halmozottan fogyatékos embernek, illetve egészen több forma van olvasunk mi. Van, aki Braille-ban olvas, van, aki hangos könyvet hallgat, van, aki digitális könyvet olvas, és én az egyetemi tanulmányaim miatt is rengeteg kötelező irodalmat olvasok. Ezeket a kiadványokat, ezeket a hangos kiadványokat mindig én szoktam összeállítani, a sorrendet összerakni, úgyhogy szeretek ezekkel foglalkozni. Többször volt már olyan felhívásotok, hogy várjátok a civil lakosságot, akik szívesen olvasnának föl akár verseket, akár meséket, és éreznek magukban affinitást, vagy tehetséget ahhoz, hogy tényleg érzékletesen jó előadó képességekkel rendelkeznek. A mostani hangos könyv az milyen módon készül? Szintén volt egy felhívás, bárki olvashat, vagy ti választottátok ki azokat, akik majd olvasni fognak? Bárki jöhet hozzánk olvasni, van egy felhívás, amelyben az szerepel, hogy október 1 és november 15 között az Egyesület hangstúdiójában személyes jelenlétben olvassanak fel, hétköznap 9 és 15 óra között. A felvételeket mindig egy látássérült kolléga készíti, ami tulajdonképpen egyfajta szemléletformálás is, mert megnézhetik, hogy látássérültek, hogy dolgozunk a Buzatéri irodánkban. Bárki jöhet, hozhat saját írást, az a lényeg, hogy írja valaki azt, amit ő felolvas. Az eddig felolvasott műveket mindig összegyűjtöm, és pont mielőtt ide jöttem, kiraktam az Egyesület Facebook oldalára, és ott el lehet olvasni, hogy a 15 felolvasó eddig mit olvasott már föl. Egyébként ugye említetted, hogy milyen formában tudnak olvasni, vagy művelődni, vagy egyáltalán a lelküket egy kicsit formálni azok, akik látássérültek. Például te melyiket szereted ezek közül a legjobban? Én a legjobban a bráírást szeretem olvasni, ebből kapom a legkevesebbet, habár most is lapul a táskámban egy vaskos kiadvány, az Egyesületnek több bráj kiadványa van, ezek is különböző tematikus dolgokról szólnak, most az Egészségkert című kiadványunk bráj negyedévi számát fogom korrektúrázni. Ha tehetném, akkor minden nap olvasnék bráírásban, de ha ehhez nem férek hozzá, akkor én a digitális könyveket, a digitális irodalmat részesítem előnyben, hiszen a tanulmányaimhoz, illetve a munkámhoz is így olvasok. Látó társainkat érdekli egyébként a bráírás? Van olyan tapasztalatod, hogy valaki kifejezetten azért megy el az Egyesületbe, mert ő szeretné ezt megtanulni? Látók nagyon kevesen jönnek mostanában, korábban a látássérültekkel foglalkozó szakemberek jöttek, vagy pedig az Egyesület önkéntesei, illetve a látó munkatársaknak szoktam ajánlani, hogy megtanítom őket a bráírásra, és van is olyan, aki önkéntesként tudja, hogy mi az, hogyha azt mondom, hogy bráírás és tapintva, vagy hogyha írok a bráírás szám karaktereivel egy rövidke üzenetet a Messengeren, akkor van olyan, aki megfejti. És a bráírást egyébként látássérültek valamennyien ismerik? Mi a tapasztalatod? A KSH adatai szerint Magyarországon közel 90 ezer látássérült él, ebből a 10%-a ismeri a bráírást. Olvasási szinten sokkal kevesebben, akik a mindennapokban is olvassák. A legtöbben azért sajátítják el, mert gyerekkorban tanulják Budapesten a vakok iskolájában, felnőttkorban pedig az egyesületben, egyesületekben, illetve az elemi rehabilitációs központokban, például azért, hogy az akadálymentesítésben eligazodjanak, tájékozódjanak, vagy pedig a mindennapokban a gyógyszeres dobozokon, vagy pedig a saját konyhájukban a fűszerek dobozait ellássák bráj feliratokkal.
Tünde, akkor, ahogy említette, tehát október 1-én indult ez a felhívás, és még mindig van lehetőség bekapcsolódni. Egy pár információt arról, aki most úgy gondolja, hogy itt az őszi szünet akár gyerekeivel együtt szívesen részt venne mondjuk ebben az akcióban, hová menjen, érdemes-e előre bejelentkezni, vagy ha bekopogtat, akkor biztosan lesz ott valaki, és tudnak majd felolvasni. Időpontot szoktak egyeztetni a jelentkezők. Hétköznap lehet felolvasni nálunk. Az egyesület székhelye Nyíregyházán található a Búzatér 20 szám alatt a földszinten, a stúdió a 17-es irodában található, Dankó Pál kollégám szokta rögzíteni a felvételeket, neki 2 kisgyereke van, ezért óvoda előtt és óvoda után, tehát reggel 9-től 15 óráig tudja rögzíteni a felvételeket. Jelentkezni nem kötelező, mert ha munkanapokon bárki bejön, akkor felolvashatja magával hozott írásokat. Köszönjük szépen, Tünde, hogy eljöttél, és kívánunk sok sikert ehhez a kiadványotokhoz is. Köszönöm szépen, és téged is várunk szeretettel. Köszönöm. A Vidor Fesztivál életmű díját vette át Verebes István, a Móri Zsigmond Színház egykori igazgatója szombaton, a premiért megelőző ünnepségen, ahol arra emlékeztek, hogy 40 évvel ezelőtt alakult meg a teátrum állandó társulata. A közönség a délután folyamán a Bencs villában találkozhatott Verebes Istvánnal, aki nyíregyházi emlékeit idézte fel egy teltházas beszélgetésen. Azt mondta itt az imént a beszélgetésben, hogy Nyíregyházán lett felnőtt. Miért gondolja így? Mert így van. Így van. Egy nagyon fontos határpont volt ez a 6 év nekem. Egészen más emberként távoztam, mint ahogy jöttem. Nagyon sok összetevője van a magánéletemtől, a pályám adott pillanatáig, de valahogy ezt a 6 évet egy angyal őrizte. Ebben nem volt olyan maszat, mint egyéb helyeken. Ez nyilván a közeg is segített ebben, a feladat is segített ebben, és nyilván nekem is szükségem volt erre a fordulatra. És itt azt is elmondta az imént, hogy nem jó színházat akart csinálni itt Nyíregyházán, hanem különb színházat. Mit akar ez önnek, hogy különb színház? A színészek önálló, gerinces magatartását, az, hogy ne a... az igazgatóknak, vagy a gazdáknak legyen kitéve az ő pályájuknak a sorsa, hogy merjenek szólni és mondani, hogyha valami nem tetszik, és merjenek együtt képviselni valamit, és legyenek szolidárisak egymással, ne tegyék tönkre magukat, egymást. Szóval egy morális tartást gondolok én, amit én még elődeinktől általában láttam és tapasztaltam. A magyar színész, most jelképerővel mondom, amikor felvette a farmert és a szakadt pulóvert, akkor feladta a méltóságát. A színész az a társadalom eleje. A Kálmán György azt mondta, hogy én kesztyűszabász voltam a Pannonia utcában, a szuterénben dolgoztam, és volt egy ablak a flaszterre. És ott láttam, hogy minden nap elmegy egy sevró cipő egy vasalt nadrággal, és tudtam, hogy ez Somló István nadrágja és cipője, aki a Vígszínház jellemi színésze volt. És azt mondta, hogy hát ha színészeknek ilyen szép cipője, ilyen szép nadrágja van, akkor én is színész akarok lenni. Mely előadásokra emlékszik itt Nyíregyházán a legszívesebben? Melyek voltak a legkedvesebb rendezései itt? Hát a saját rendezéseim közül, amit nagyon fontosnak tartok, az a Kicsengetés volt. Ami a többi illeti, a Mohácsinak
az első rendezését nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert akkor nyugodtam meg, akkor gondoltam azt, hogy talán nem egy közepes színházat fogok csinálni, hanem olyan rendezőkkel dolgozom majd, akik injektálnak különleges esélyeket, és a Szász Jánosnak a Vágyvillamosa, ami nagyon fontos előadás volt. De azt gondolom, hogy ebben a társulatban és a munkatársaimban, akik segítettek a 6 év alatt, minden előadás, ami félre sikerült, az is nagyon fontos volt. Szóval nagyon-nagyon lelkiismeretes munka folyt, és nem azért, mert én voltam az igazgató, hanem ezt én már örököltem. Amikor lejöttem tesztelni, hogy vállaljam vagy ne vállaljam, akkor én láttam 4 előadást, egy jót, egy közepest és 2 rosszat. És a rossz előadás is egy diákközönség fegyelmezetlenségei közepette hallatlan, fegyelmezetten játszottak a színészek. Nem kiszökkentem bókat abból, hogy nem jó az előadás, és hogy a közönség is hát másképp fogadja. És akkor azt mondtam, hogy itt lehet valamit csinálni. Hogy itt morálisan lelkiismeretes színészek vannak, akik komolyan gondolják a dolgukat. Miért ez lett ennek a címe, hogy hátraharc? Mert meggyőződésem, hogy mindennek az előzménye az elemzésnek a sine qua non-ja. Tehát mindennek van előzménye. Tehát hátra kell nézni az időben ahhoz, hogy megértsem, hogy miért vagyok ott, ahol vagyok, akár sikeresen, akár sikertelenül. És ezt nem lehet megúszni. A magyar színházi cég az perc érdekeken áll vagy bukik nap mint nap. Az orrunknál nem látunk tovább, nem csak mi, a megbízók sem. Egyetlen kultúrkormányzat sem gondolkodott erről. Gondolja meg, 30 év alatt kapitalizmus lett, a tulajdonviszonyok megváltoztak, a szerkezet minden megváltozott, semmi nem ott van, ahol van. Egyedül a színházi szerkezet az, ami ugyanolyan, mint 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióban, meg az államosítás után, és az, ami magánkezdeményezés vagy független, az már csak a káoszt növelte. Itt senki jószerűen nem tudja, hogy egy év múlva mit fog csinálni, mi a távlat, miből él meg. Lehet, hogy nem lesz ilyen tragikus a helyzet, de nincs biztonsága sem az igazgatónak, sem a társulatnak, sem a színház létének. És amíg nem áll lábra ez a szakma, és 3 gittegylet helyett nem egy olyan színész kamara lesz, amelyik azt mondja, hogy kérem, ezt velünk tovább nem lehet csinálni. Addig itt nem lesz épp kézláb viszony. És ebben lehet, hogy a Nyíregyházi Színház véletlenül tényleg jól működik. De nem biztos, hogy holnap is jól működik. Lehet, hogy holnap azt mondják a igazgatónak, hogy most nincs ennyi pénz, és el kell küldeni a színészeket, és csappantania kell a műsortervet, bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Nincsenek normatívák, garanciák. A magyar színész vállalkozó. Azt lehet vele csinálni, hogy csődbe megy a vállalkozás, hát sajnáljuk. És a legjobb színészetnél is megtörténhet. Ma este a Vidor Fesztivál életműdíját veszi át itt Nyíregyházán. Milyen helye van ennek a díjnak az ön szívében, az ön lelkében? Nagyon fontos nekem. Nem gondolom, hogy bármilyen díjat adnának, bár elintéztem én a pályám során, hogy ne adjanak, minden rezsimben tettem róla.
tettek elém érdemes művészséget pár évvel ezelőtt, hogy írjam alá, hogy elfogadom, és mondtam, köszönöm, nem kérem, és nem kérném a Kossuth díjat sem, nem itt, hogyha akarnának adni, vagy megérdemelném, csak nem fontos számomra. Ez az életműdíj, mert hogy így hívják, ez a város miatt fontos nekem, hogy ebben a városban velem csak jó történt, és ezt most még megpecsételni ez a díj, hogy én itt kaptam egy komoly megbecsülést arról, hogy érdemes volt végigcsinálnom 50 évet. Nem tudom, hogy van-e életművem, és ebben nem is foglalkoztam sokat, hogy én legendásítsam magam, vagy én egy nagy öreg legyek, ez nekem nem áll jól. De az, hogy ez a város megsimogatja a fejemet, az nekem jól esik. Érzelmileg, mondom, csak jó történt velem ebben a városban 6 év alatt. Vannak olyan közmondások, amelyek állító és tagadó formában is használatosak, ilyen például a ruha teszi az embert, melyet a nem a ruha teszi az embert formában is ismerünk. Koncz Veronika stylist és stílus tanácsadóval is ezt boncolgatjuk majd a közelgő előadása kapcsán. Szia Veronika, jó estét! Szia, jó estét kívánok! Hát gondolom, hogy maga ez a közelgő est, ami tényleg nem olyan sokára lesz, hiszen 26-án láthatja majd a nagy érdemű a Bencs villában, azért nagyon sok mindenre kiterjed majd. Mennyire standard egy-egy ilyen előadásod, vagy pedig azért a nézők kérdései, aktuális érdeklődése is befolyásolja a témát? Lehet minden előadás után kérdezni, tehát lehetőséget biztosítunk erre. Most a stílus ikonok titkait szeretnénk felfedni, hogy melyek azok az egyedi sajátosságok, amelyek alapján ők választották az egyes ruhadarabjaikat. Kik ezek a stílus ikonok, most a teljesség igénye nélkül? Szó lesz például Coco Chanelről, Audrey Hepburnről, de a First Lady-ket is számba vesszük, akár Michelle Obama, Erzsébet királynő, Katalin hercegnő, Jackie Kennedy például különleges stílusával nagyon mély nyomot hagyott a divat világában, de Victoria Beckham is szóba kerül akár, vagy Anna Wintour, a Vogue főszerkesztője. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ők esetleg nők millióinak az életét forgatják fel olykor fenekestül, hogyha mondjuk valamilyen meglepő dolgot művelnek? Tehát mondjuk, hogyha a stílusoktól egy picit eltérő módon kezdenek öltözni, akkor az tényleg felforgathatja mondjuk egy átlagember ruhatárát is? Így van, tehát valamennyi felsorolt hölgy esetében ez így volt a történelem során, gondoljunk csak Chanelre, aki olyan mértékben alkalmazta az ő egyéniségét, merte megmutatni a világnak, hogy az teljes mértékben felháborító volt az akkori társadalomban. Gondoljunk csak a nadrágviselésre, akkor a hölgyek még addig nem hordtak nadrágot. Tehát ennek köszönhetjük, hogy ma már ez a kényelmes ruhadarab közöttünk van, de ugyanilyenek a kosztümjei, amelyek akkor szintén nem voltak divatosak. Akkor az abroncsos, hosszú szoknya volt az, ami divatban volt, és Chanel azt mondta, hogy ő ettől egy egyszerűbb öltözéket szeretne a mindennapok hölgyeinek kitalálni, de saját maga is viselte ezeket az öltözékeket. Tehát éppen ezzel tudott divatot teremteni, hogy az ő ruháit, amit ő viselt, azt utána vágyták a hölgyek, hogy ők is hordhassák. Egyébként te hogy látod, lehet ma már mondjuk akár egy divatdiktátornak, egy divattervezőnek, vagy egy stílusikonnak, ma élő mondjuk ismert embernek ilyen mértékű változást generálni, vagy akár felháborodást kelteni, hiszen azért most mégiscsak egy olyan világban élünk, amikor sokkal elfogadóbbak vagyunk a különböző divatirányzatokra, és sokan szokták mondani, hogy szinte minden viselhető, hogyha valaki azt megfelelő módon képes valóban viselni. Igen,
Tehát ma már a világ nagy mértékben megváltozott, tehát nem ugyanaz, mint 100 évvel vagy 50 évvel ezelőtt. Tehát az emberek tolerancia szintje is teljesen másként van, tehát nem fordulnak meg azután az ember után, aki nem a legújabb divat szerint öltözködik, vagy teljesen extravagáns módon viseli a ruhadarabokat. De például Victoria Beckham éppen ezért jó példa erre, hogy amíg Spice Girl-ként egy teljesen más stílus irányzatot képviselt, amit szintén másoltak a nők százezrei, most a visszafogott üzletasszony stílusát szintén százezrek másolják, és például szeretettel viselte azokat a bő nadrágokat, amelyek elképzelhetetlenek voltak 3-4-5 évvel ezelőtt, és most újra divatba jönnek. Nyilván neki is van hatása ebben. Igen, az az érdekes, hogy amikor mondjuk látsz valami nagyon-nagyon különlegeset, mégis az adott emberen esetleg harmonizálót, akkor már ugye felvetődik, hogy elképzelhető, hogy ő már tud valamit, és lehet, hogy 4-5 évvel később, vagy 2-3 év múlva mondjuk ez már mindenki számára egy átlagosnak számító viselet, és ha nem is megütközést, minden esetre egy pici ilyen pár másodperces szünetet okoz az emberben. Az előbb említetted, hogy akár egy rendkívüli vagy formabontó viselet sem okoz még felháborodást. Pont a múltkor egy barátom mesélte, hogy ő maga is úgy gondolja, hogy egy ilyen liberálisan gondolkodó, de a londoni metrón felszállt egy fiatalember, és hát gyakorlatilag szinte egy kis szék volt a fején, tehát nagyon-nagyon érdekes volt a megjelenése, és ő észre se vette, hogy megbámulja, és a fiatalember ráüvöltött, hogy miért bámulja őt. Tehát, és utána azon gondolkodtam, hogy pedig amikor valaki nagyon kirívóan öltözködik, akkor nyilván a vágya az, hogy megmutassa magát, és megnézzék őt, de mégis csak kikérte magának ezt. Ez például mennyire tanulható, hogy ne bámuljunk meg valakit, aki esetleg nem egy hétköznapi viseletben jelenik meg, mondjuk akár a metrón, akár az utcán, vagy ez mondjuk az etiketnek része? Tehát nyilván ez is az önkontrollhoz tartozik, hogy mennyire tudja valaki, vagy mennyire akarja kontrollálni saját magát. A másik oldal pedig az, hogyha valaki egy nagyon extravagáns öltözékben jelenik meg, annak nyilván mindig célja van. Tehát ő kitűnni akar a többiek közül, tehát neki fel kell azt vállalnia, hogy esetleg fognak rá figyelni, nem úgy, mint aki a 26. ugyanolyan öltönyben száll fel a metróra. Bár mostanában inkább ahhoz kell bátorság, hogy valaki merjen klasszikus ruhadarabokat hordani a folyton változó divatvilágában. Térjünk egy kicsit vissza akkor az évszakhoz. Szerintem az egyik legcsodálatosabb évszak az ősz, ugye, mert nagyon meleg és pazar színek vannak. Mostanában azt látom a kirakatokban, hogy ezek az őszi színek, ezek megjelennek a ruhanemükön is, tehát főleg a női ruhákon. Lehet évszakhoz kötni egyébként ezeket a trendeket? Kell-e esetleg az adott évszaknak a színeinek megjelenni a ruháinkban? Egyáltalán most mik a legtrendibb színek ezen az őszön? A Pantone intézet minden évben kihozza az év divatos színeit, tehát ebben szerepelnek a mustársárga, az olajzöld, tehát az őszi színek is. Viszont a legelőnyösebb, hogyha valaki a szín típusának megfelelően öltözködik, tehát létezik színtípus elemzés, amit stílus tanácsadó segítségével meg lehet tenni, és akkor az ember megtudja, hogy melyek azok a színek, amelyek jól állnak neki. Van egy ilyen színelmélet, amelyet Johannes Itten alapított, ő alkotta meg ezt a színelméletet, és ez például arról szól, hogy a 4 évszak amilyen különleges harmóniát alkotnak, a tavaszi színek, az őszi, a nyári, a téli színek, ugyanolyan harmóniában van az ember természetes adottsága, tehát a bőrszíne, a szemszíne, a hajszíne, és akkor a legelőnyösebb a viselete, hogyha a haja, az öltözéke, az természetes adottságaihoz illeszkedik. Tehát ezekbe a szín típusokba besorolható minden ember. Tehát ezt kell megtalálni. Ez tényleg nem egyszerű, és tényleg érdemes stílus tanácsadóhoz fordulni, mert arra gondolok, hogy ugye a természet az valószínűleg nagyon szépen megalkotja, de mi nők hajlamosak vagyunk a természetet egy kicsit átverni, akár egy színes kontaktlencsével, akár egy rendszeresen változtatott hajszínnel, úgyhogy adott esetben akkor akár maga
az ember színe is változik, illetve stílusa is, hogyha mondjuk tényleg befesti a haját, és egészen más igen. lesz a megjelenése. Fú, hát nagyon sok mindenről tudhat, vagy beszélgethetnénk még, de sajnos lejárt az időnk. Minden esetre én úgy gondolom, hogy javasoljuk a nézőknek, hogy személyesen is legyenek ott a Bencs villába, tehát kedden, 26-án, este 17:30, mert szerintem nagyon-nagyon különleges dolgokról fogtok még beszélgetni, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szívesen, én is köszönöm, és szeretettel várunk minden érdeklődőt. Kedves nézőik, nekünk is csak annyi maradt, hogy megköszönjük most a megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a jövő héten, és ugyanebben az időpontban várjuk majd Önöket. Kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!